Makrai indul. Pajovic, ott marad a labda, Makrai, és benne a labda az üres kapuban. Megszerzi a vezetést a Diósgyőr. Nem váratlanul, hiszen több helyzete is volt a DVTK-nak. Nincs les, ez teljesen egyértelmű. És itt hagyja a kapusának a labdát a hátvéd, Bojovic, de Pajovic nem tudja elfejelni. Rá csúsztatja Makraira, és úgy megy be. 1-0 vendégek javára.